A legtöbb ember vajon jó célra használja az idejét? Hát egyértelműen nem. Tehát nem arra a célra használja, amire kellene. A jó cél az arra kellene használni, amire kell használni az időt. Tehát ugye az embernek mire kellene használni az idejét? Önfejlődés és segíteni mások fejlődésében. Nincs más. Tehát nincs más. Tehát a szellemi fejlődés az ember és életismeret. Jó? Nincs más szellemi fejlődés, mint az ember és életismeret. Tehát valaki ember és életismeretet tanul, akkor egyre jobban fog bánni az emberrel és az élettel. Ha az ember egyre jobban bánik az emberrel és az élettel, akkor viszonzásul rendbe jönnek a dolgai. Ez a viszonzás. És nem fog szükségét szenvedni semminek. A semminek szó szerint ért. Tehát szó szerint értsd. Tehát vannak olyan emberek, akik szükségét szenvedik például a szeretetnek. Oké? Tehát az az ember, aki szellemileg fejlődik, és használja is az ember és életismeretét, az semmilyen formában nem fog semminek szükségét szenvednie. Érthető ez? Tehát minden, ami a szükségletéhez kell, az meg fogja kapni. Mindent. Tehát mindent, mindent, értsd mindent, szó szerint. Ennek a kulcsa az, hogy ember és életismeret. És mivel ez egy elég nagy terület, az ember és életismeret, hát ez lehet, ez nem elég lenne egy életben megtanulni. Jó, tehát nem elég. Ezért ugye minél intenzívebben kellene ezt a tudást megszerezni.